baleset érte az Exatlon Hungary műsorában Fodor Rajmundot nemrégiben vette kezdetét a TV2 legújabb műsora, amelyben a 42 éves vízilabdázó, Fodor Rajmund sajnálatos módon lesérült, kificamondott a jobb hüvelykujja. A bajnokok csapatában versenyző sportoló a Ripostnak elmondta, mindez azért is hátrány számára, mert jobbkezes. Azt érzem, bármilyen dobó, húzó mozdulatnál erősen gátol majd a továbbiakban, mondta a sérülésről Fodor, aki eleinte nem vette észre, hogy baj van. Amikor a verseny után a srácokkal összegyűltünk, ott éreztem, hogy valami nem stimmel. Akkor kezdett lilulni, kértem hozzá jeget. Amíg nem értünk oda a kórházba, egy zacskó jégben volt a kezem. Ott megröngenezték, majd megállapították a fikamot, tette hozzá Rajmund, akit egyébként a Dominikai Fővárosi Kórház sürgősségi osztályán kezeltek. A vízilabdázó elmondása szerint többször került hasonló helyzetbe karrierje során, ahogyan ő fogalmaz a vízilabdában ez relatív sűrű sérülés. Fodor a továbbiakban igyekszik majd teljes erőbedobással helytállni, noha még mindig vannak bizonyos mozdulatok, amelyektől fáj az ujja.